Bencz úr László érkezik hozzánk, aki építész. Szia! Szia, és a Next Nest alapítója. A következő fészek. Igen. Mi az a Next Nest? Egy picit távolabbról kezdeném. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek, hogy meghívtatok ebbe a műsorba, és elmondhatom, hogy mikkel foglalkozunk. Hogy most, ami az elmúlt időben, ahogy változott a terekhez való hozzáállása a társadalomnak, abból elég jól látszik, hogy nagyon nagy változás volt az elmúlt mondjuk 50 évben, de csak az alatt az elmúlt 30 év alatt is, amióta én ezt a szakmát űzöm. Tehát nem gondolhatjuk, hogy ez a változás meg fog állni, tehát nem gondolhatjuk, hogy 50 év múlva pont ugyanígy fognak akarni élni az emberek, mint ahogy most. Tehát nekünk az a felelősségünk, hogy kitaláljuk, hogy hogyan élünk 20, meg 30 év múlva. Azért az építészetben sem kicsi a felelősség, hiszen nektek 30-50, akár 100 évre kell tervezni előre, nem? Igen, azért ezt a 100 évekre előre tervezést, ezt azért korrigálnám egy picit, mert hogy ahogy az elmúlt 50 évben változott hatalmasat a világ, és a terekhez való hozzáállásunk, és mindenki egyre nagyobb lakásokban és házakban képzelte el az életét, és nem csak a magánemberek, hanem a közintézmények is. Úgy nem gondolhatjuk, hogy ez a változás meg fog állni, és a következő 30 évben pont ugyanezeket a házakat és ugyanezeket a dolgokat kell építenünk, mint ma. Nagyon fontos dolog a környezettudatosságnak az a része, hogy mekkora területet foglalunk el a világból. Amikor meghallottam azt a számot mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy a világ ökológiai lábnyomának az 50%-át az építőipar adja, az a szakma, amit én is űzök. 50%? 50%. Nagyon durva. Hogy ész nélkül épít az emberiség, és ész nélkül pusztítjuk a természeti környezetünket is. A homok például ilyen, nem? Amit most már így lehet hallani, hogy nem lehet az építkezésekhez már homokot találni, mert hogy nincs elég. Mert hogy elég sok homok is fogyott el, igen. De mondjuk a cementnek, a cementiparnak az ökológiai lábnyomára kell csak gondolni. Nagyon magas a széndioxid kibocsátás, ugye? A cement előállítása. Igen. A hőszigeteléseknek a közeggyapott hőszigetelést, azt úgy készítik, hogy iszonyú energiabevitellel a kőzetet habosítják. Uh-huh. Ennek aztán utána a lebomlási ideje is évmilliókban mérhető, tehát hogy nagyon összetett csomag ez, ahogy építkezünk, de amit mi ma megtehetünk, az, hogy megpróbáljuk kisebb méretbe azokat az igényeket, amik az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk, mint használók, ezeket az igényeket megpróbáljuk kisebb alapterületben elhelyezni. Gondoljunk arra, hogy egy lakóautó vagy egy hajó ki van minden négyzetcentiméterre találva, vagy minden köbcentire találva, hogy ott hogy használod a helyet, mert nagyon nem mindegy, mert egy lakóautónak nem lehet bizonyos szélességi, meg magassági méretnél nagyobbnak lennie, tehát nagyon ki kell találni, hogy mekkora helyet használunk. Ugye ezt a házaknál is, ezt a downsize-olást a házaknál is el lehetne érni, és ez az egyik, a másik... Erről szól a Next Nest? Erről is szól, mindjárt. Igen. Ezért Next, úgy Next. Hát, hogy a házad a jövőnek vagy, szóval, hogy a következő fészked, és ez nagyon sok mindent átölelhet, persze, nagyon sok mindennel szeretnénk foglalkozni a jövőben. Jelen pillanatban azt 4 éve kezdtünk el fejleszteni egy háztípust, ami sokkal egyszerűbb szerkezeti csomópontokkal, az anyaghulladék maximális figyelembevétellel készültek a tervek, és olyan univerzális házat hoztunk létre, ez az első termékünk, ami kisebb méretben, mondjuk 48 négyzetméteren, 72 négyzetméteren, 110 négyzetméteren, stb. Ugyanazokat a szerkezeti részleteket használja, nagyon kevés felesleges közlekedő felület van, sok pici személyes tér, mindenkinek megvan a személyes tere, és erre mondjuk a Covid rávilágított elég jól, hogy mennyire fontos az, hogy legyen személyes terük is az embereknek egy lakáson belül, akármilyen pici is legyen az, ahol el tudnak vonulni egy online
meetinget, vagy egy online iskolát. Igen, de erre szerintem a tinédzser gyerekek is nagyon jól rávilágítanak. Igen, azok nagyon hangosan és erőteljesen rávilágítanak. Igen, és hirtelen kisajátítják a nappalit, és téged száműznek valahova egy egészen más helységbe. Igen, de az is nagyon fontos, hogy a közösségi tereket is hozzunk létre, ahol az elvonulás után közösen társasjátékozni, és nem tudom. Tehát, hogy forgatókönyveket készítünk a jövő számára, hogy éljenek az emberek, ezeket a forgatókönyveket terekbe öntjük, és ez az igazi szépsége egyébként az építészetnek. Picit akkor másképp álltok hozzá, pont fordítva, tehát nem az van, hogy jön egy kuncsaft, aki azt mondja, hogy ezt meg ezt szeretném, és akkor tihez meg kitaláltok valamit, hanem ti kvázi adtok egy modellt a kuncsafnak arra, hogy szerintünk így lehet a legjobban és leggazdaságosabban élni, és ezt adtok egy azért valamilyen szinten variálható, de mégis kész tervet. Igen. Abszolút ez a lényege, hogy azt az építészeti tapasztalatot, amit én 30 év alatt fölhalmoztam, ezt egy olyan termékbe öntsük, ami a legjobban kiszolgálja a legtöbbféle igényt, és aránylag egyszerűen, gazdaságosan gyártható, nagyon környezettudatos anyagokból áll, és nagyon környezettudatos a használata is, mert egyrészt gondozásmentes, másrészt nagyon kevés energiafelhasználással lehet a fűtését, energiarátását megoldani. Az, hogy ez egy termék, ez azt jelenti, hogy ez egy tervezői koncepció, mint termék, vagy ez mondjuk egy készház? Én azért gondolom fontosnak a termék szót, mert gyakorlatilag minden, ami körbevesz bennünket, az autóktól, a telefonokon át, a poharakig, a cipőkig, és a mindent termékként jut el hozzánk. A házakról valahogy nem így gondolkozott eddig a társadalom. Úgy gondolkoztunk róla, hogy ezek egyedi dolgoknak kell lenniük. Kinek jutna eszébe egyedi telefonnal, megfizethetetlen lenne. Azért tudjuk ezeket a tárgyakat megfizetni, autókat megfizetni, mert millió szám gyártanak belőle. Termékekben gondolkozunk egyébként, hogyha a világ más dolgairól gondolkozunk. Laci, igen, innen kell, hogy folytassunk, egy kis szünetet kell tartsunk, de folytatjuk vele mindjárt. Továbbra is ifjabb Benczúr László építésszel beszélgettünk az építészet jelenéről, jövőjéről, és mint ahogy az nevedből is kiderül, ifjabb Benczúr László, tehát van egy idősebb Benczúr László, és aki szintén építész, tehát egy komoly építész dinasztiából érkezel. Mi volt ez az út, amit bejártál, ami ide vezetett a jövő építészetéhez? Sőt, nem csak én lettem építész apám után, hanem az én legnagyobb fiam is, öt gyerekem közül egyelőre csak a legnagyobb gyerekem szintén építészként tevékenykedik, és egyébként vesz részt ennek az új cégünknek, vagy új formációnak a munkájában is. Három generáció. Az nagyon szép. Édesapám Prima Primissima díjas építész, tehát én 6 éves koromtól Ibl díjas, Prima Primissima díjas, meg rengeteg mindenféle díjjal rendelkező építész. 6 éves koromtól tudom, hogy én is építész akarok lenni, erre készültem nagyon korántól fogva. Amiben szocializálódtam, az egy klasszikus, hierarchikus építész irodai forma, ugye ilyen, gyakorlatilag ilyen one man show, minden mesterem, minden az apám mesterei és az apám kollégái, barátai, akik építészek voltak, mind egy önmegvalósításra törekvő egyedi építészek voltak. Ez volt a világban, ez zajlott itthon is nyilvánvalóan. Ez ma egy megváltozóban lévő dolog. Én azt látom, hogy a fiatal építész generáció mind kollektívákban gondolkoznak, hogy van egy ilyen szociális tudatosság is abban, ahova mondjuk a gyerekeim hatására sikerült eljutnom. Az, hogy én szocializálódom a gyerekeim barátaival, azzal a generációval, ez nyitottá tett egy csomó mindenre, amiben rálátásom lett, hogy miben vannak a mai
16-18-tól 20 éves korig tartó generáció, hogy az ő igényeiket, hogy ő rájuk gondolva alkottuk meg, a jövő építészetét próbáljuk megalkotni ezzel. 30 éve vannak különböző társakkal építészirodáim. Én is mindig társultam valakivel, valahogy ez az alakult ki, aztán 16 évvel ezelőtt megalapítottuk a Benczúr Wenger stúdiót Miki barátommal, és ez egy jól prosperáló, egyedi építészeti tervezéssel foglalkozó építésziroda, kisebb-nagyobb középületek mellett jellemzően a családi ház tervezéssel, villaépítészettel, nyaralóépítészettel foglalkozunk. Most 3 hete az Évháza pályázaton a Normafa kapuja látogatóközponttal nyertünk el az Évháza pályázatnak a középület kategória díját. Gratulálunk! Köszönöm! De mondom, a legjellemzőbb az a családi élet terének a kitalálása, és én azt gondolom az építészetről, hogy én térbeli forgatókönyveket írok különböző élethelyzetekre. A legkülönbözőbb embereknek az élethelyzetében láttam ezáltal bele, hogy akiknek tervezhettünk házakat. És azért mondom, hogy tervezhettünk, mert ez egy nagyon jó érzés, hogy valaki megosztja velem, hogy ő miben szeretne élni, én erre rá tudok kapcsolódni, és empatikusan át tudom élni azt az élethelyzetet, és azt még tovább gondolva, hogy mi lesz ezután, mi lesz azután, hogyan használjuk ezeket a tereket, alkotok nekik térbeli forgatókönyveket. És akkor ez most egy új igény, hogy kicsit befolyásolod is, hogy ne csak az legyen az ő fejükben, hogy most miben szeretnének élni, hanem fantasztikus érzés azt érezni, hogy az, amit én elképzelek, az aztán tovább él, és egy teljesen önálló életre kell az a gondolat, amit együtt kitaláltunk az ő élethelyzetükre. Ezért otthon egy családi fészek lesz, hát ez az egyik legmeghatározóbb dolog, egy család életében. Tehát, hogy ez a legfontosabb dolog, amivel foglalkozni, vagy ezzel szeretünk leginkább foglalkozni, ezért a családi ház műfaj az, ami a cégünknek a legfőbb profilja. Továbbra is nagyon szívesen foglalkozom azzal, hogy azoknak az egyedi igényeknek való megfelelést, amit az építészetben, a hagyományos építészirodámban az egyedi háztervezéssel foglalkozunk. Nagyon szívesen gondolkozom azon, hogy a feszített víztükrű medence hogy bukik le a horizonton, vagy a high-end szobának a hangfogó paneljei belső építészettel, hogy folynak össze azzal a térrel, ahol az az egy szem fotelel van helyezve, ahonnan a legjobb hangzás érhető el a nagyon jó minőségű hifiből. De ez nagyon kevésbé szól a fenntarthatóságról, ugye? De nem az, hogy van a társadalomnak olyan rétege, aki ezt megengedheti magának, az teljesen normális. Viszont nekem felelősségem, hogy a tudásomat arra is használjam, hogy szélesebb szociális rétegeknek mi a jövőben elképzelhető építészet. És ezért a downsize-olás, ezért a környezettudatos anyagok, és ezért a fenntartható használatra, hogy nagyon olcsó és nagyon karbantartásmentes használatra fókuszáljunk, hogyha jól kitalált, minden részletében megoldott és optimalizált, például hulladékoptimalizált épületeket hozzunk létre, és ezt nem nagyon megy másképpen, mint hogy gyártjuk ezeket az épületeket. Egy sablon az, amit kínáltunk. Hát gyakorlatilag igen. Mm-hmm. Igen. Merre tovább? Ez megvan, ez nyilván egy tök jó koncepció. Van esetleg valami újdonság még, amire kész? Nagyon sok újdonság van. Egyrészt van egy kerekeken guruló dobozunk, ami egy tiny house, amit tetszőleges helyszíne, akár egy személyautóval el lehet húzni. További termékeink fejlesztése is terítéken van.
De a legfontosabb, hogy az, a fiatal építész generációnak azt szeretnénk nyújtani, hogy bármi innovatív gondolat az, valaki beleássa magát a vályok printtől a szalmabála építészeten át a kenderbetonig, mindenféle technológia is jöhet, és mindenféle szociális használat is jöhet, tehát co-housing projekteket tervezünk létrehozni, olyan tematikus bérlakáspiacot létrehozni, ami megváltoztathatja azt, hogy hogyan élünk egymással, sokkal nagyobb odafigyeléssel egymásra, és sokkal nagyobb empátiával egymás iránt. Nagyon izgalmas. Tényleg igen, én is még hallgatnám nagyon sokáig, de Gina ott a háttérben teljesen elunja magát, úgyhogy vele is kénytelenek leszünk foglalkozni. Nagyon köszönjük, hogy jöttél hozzánk, remélem, hogy találkozunk még. És csak így tovább, hajrá! Köszi! Jó, mit csináltok!